Tusványos negyedik napján vett részt Varga Judit igazságügyminiszteri kerekasztal beszélgetésen, ami után mi is interjúztunk vele. Megkérdeztük például, hogyan érinti őket a rezsicsökkentés, illetve azt is, hogy áll a pere az ördögügyvédjével. Az ördögügyvédje, aki kirakott valami posztot, ami ön szexuális orientációjával kapcsolatos megjegyzés is volt, vagy állítás, vagy megjegyzés, nem tudom pontosan, és ön feljelentést tett, gondolom ismeretlen tettes ellen, azzal mi a helyzet? Úgy tudom, hogy még nyomoznak, mert el is halasztották, vagy meghosszabbították a nyomozás határidejét, és erre lehetőségük van, mert 2 havonta meg lehet hosszabbítani, valami limitig. Hát, vagy az eljárás. Úgyhogy nem tudom, hogy egy ilyen helyzetben internetes téren meg lehet-e bármikor találni. Én megmondom, hogy nagyon határozott üzenetet is akartam azért ezzel küldeni, hogy ez szerintem túlment mindenen, amit meg lehet engedni. Azért én 3 gyermeket nevelek, karácsony volt, épp jöttünk haza a piacról, olyan jó kedvünk volt, és akkor látom ezt a hírt, mert átküldte a kabinetfőnököm, és szerintem van olyan, amit egy politikusnak nem kell elviselnie. Itt egyébként nem is kellett egyeztetnie, hogy ön feljelentést tesz, vagy úgy értem, hogy nem tudom, hogy megírt. Nem, mit kellene egyeztetni, ez az én saját életem, és azt mondtam, hogy akkor itt, mert elég sok mindent elviselek, mert az ember a politikusnak megy, ráadásul a magyar joggyakorlat az kb. Úgy szól, hogy egy politikusnak mindent is el kell viselnie, vagy közéleti szereplőnek, még akkor is, hogyha szörnyűségeket vágnak a fejéhez, de szerintem ez egy ilyen határ volt, mert az nem az én nem identitásom része, amivel ők vádolnak, és ez nem azt jelenti, hogy én bármit gondolok a más identitású vagy más orientációi emberekről, egész egyszerűen ez az én életemről szólt. És ezt tisztáznom kellett, ráadásul, hogy ez ne burjánzon tovább, ez egy fontos üzenet, hogy azért ezt tudják a médiumok is, hogyha nem ellenőrzik, vagy ezt tovább fokozzák, akkor az elők is egy ingoványos talajra lépnek. Úgyhogy én ezt úgy gondoltam, hogy egy fontos. Meg ezt egyébként én küldtem el, azt hiszem, postai úton. Igen? Persze, tehát megkaptam az érkeztetet. Lakóhely szerint, vagy nem is tudom, mi szerint. Segítettek nyilván a szakértők, hogy kell ezt megírni. A Völner Pál korábbi államtitkár ügyvédje kezdeményezte az ön kihallgatását. Ez megtörtént, vagy hogy áll? Ez egy hír volt, úgyhogy én ilyen behívót nem kaptam, egy ilyen idézést, de ez egy eljárás, amit ugye az ügyészség visz, ők az illetékesek, úgyhogy én ebben nekem nincsen döntésem, én állampolgárként tudok ebben részt venni. És ezzel kapcsolatban egyébként a minisztériumban volt bármilyen belső vizsgálat, vagy kezdeményezett ön belső vizsgálatot, és ha igen, akkor arról lehet-e tudni valamit? Hát ugye ez egy olyan eljárás, amit a központú nyomozó főügyészség visz, tehát ennél jobb eljárást én nem tudok elképzelni, teljesen irreleváns, hogy milyen belső vizsgálatok vannak, hiszen a legalaposabb vizsgálat az, amit az ügyészség visz egy ilyen helyzetben. Kiszámolták-e már, mennyivel nő a rezsi otthon, és van-e, amin lehet spórolni, vagy érdemes? Természetesen ezt elkezdjük, ezt a számítást, úgyhogy férjemmel már megbeszéltük, hogy elővesszük az összes számlát. Ugye 3 kisgyereket nevelünk, ezért könnyű dolgunk van, mert a gyerekek a legfogékonyabbak az energiatakarékosságra, tehát most már nekem csak sötétbe lehetett mosogatnom a múlt héten, mert a gyerekek jöttek és közölték, hogy mama nem pazarolhatsz, illetve én 9 évet környezetvédelemmel foglalkoztam, tehát igyekeztem mindentől a energiaellátási európai válságtól függetlenül egy tudatos fogyasztóként élni, eleve egy zöld szívem van. Tehát én úgy gondolom, hogy meg lesznek azok a praktikus otthoni megoldások, amivel tudjuk csökkenteni a felesleges kiadásokat. Benyújtották a törvényjavaslatokat, amik közelebb visznek az Európai Bizottsággal való megegyezéshez és az uniós forrásokhoz. Ezekkel az engedményekkel ön személy szerint mennyire tud azonosulni? Teljesen rendben vannak ezek az engedmények, ezek szerintem megfelelően alkotmányosan illeszkedő megoldási javaslatok. Tehát tudok azonosulni, de egyébként szerintem ez egy irreleváns kérdés, hogy én személyesen mivel azonosulok és mivel nem. Hiszen számomra az a legfontosabb, hogy Magyarország megegyezésre tudjon jutni, hiszen vagyunk egy rendkívül méltatlan helyzetben. Még a Covid-válságra adott válaszként egy közös hitelfelvételről beszélünk. Tehát nem arról beszélünk, hogy nettó, nem nettó befizetésekből valami összejön és azt szétosztjuk, hanem kisételt a piacokra. Európa felvett egy csomó pénzt, és azt majd ráterheli a következő generációkra. Tehát ez ugyanúgy megillet bárkit, ráadásul pénzügyi kérdésekről kell beszélni, hiszen egy nagyon kézzelfogható oka van a Covid-válságnak, egy világjárvány. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek a szakmai lépések azért nagyon előremutatóak és biztatóak, mert végre van egy tételes feladatlista, amit lehet értelmezni. Mert az úgy általánosságban, hogy nem jó és nem felel meg, arra nehéz válaszokat adni, nehéz javaslatokat tenni, hogy mivel és konkrétan hogyan tudnánk előre mozdítani a tárgyalásokat. Ez egy sokkal konstruktívabb hangnem, sokkal pozitívabb előremutató, ráadásul van egy hónapos határidőnk most a kondicionitás eljárásban, ahol természetesen ezeket a vállalásokat is az asztalra lehet tenni, és ez valahol a pozitív szinergiák megteremtése, ahol a
beszéltem az előadásomban, hogy ugyanazok az ügyek felmerülnek sokféle párhuzamos eljárásban. Itt most van lehetőség arra, hogy amit itt vállalunk, megcsinálunk, az ugyanúgy kipipálásra kerül egy másik eljárásban. Ha ezek teljesen vállalható engedmények, mondjuk úgy, és tudnak vele azonosulni, hogy miért nem merült föl egyikről sem korábban, hogy automatikusan meglépjék? Mint ahogy mondtam, eddig nem voltak ennyire konkrétak az elvárások, tehát általánosságban nehéz valamit cáfolni, vagy általánosságban csak általánosságban tudok cáfolni, és leírom a szervezetrendszernek a működését. Úgy értem, hogy a kormánynak magától miért nem jutott eszébe mondjuk egy hosszabb időt hagyni konzultációra egy ilyen törvényalkotás előtt? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol ez abszolút egy működő modell, nem is lehet más, hogy én a családjog és a digitális területen folyamatosan konzultálok az érintett társadalmi szervezetekkel, hiszen nem tudhatom jobban, ráadásul vannak szakmai kamarák, tehát van egy folyamatos konzultáció, de hogyha lehet ez jobb és lehet több, és ebben tudjuk segíteni a megegyezést, akkor természetes, mert ez egy nagyon jó szakmai kérdés, ez megfogható, erre lehet válaszolni. Ez nem arról szól, hogy általában nem tetszik, amit csinálsz, de mondd meg, hogy. Az elmúlt évek kormány kommunikációjára azért jellemző egy ilyen nem engedünk Brüsszelnek, és kitartunk az elveink mellett, és ezt nevezhetjük valamilyen szintű arcvesztésnek azokat az engedményeket, amiket most a kormány felajánlott? Nézzük meg, miről van szó. Tehát ezek nem elvek, ezek szakmai kérdések, ezért is lehet bennük megoldásra jutni. Hogy amikor elvi nézetkülönbségekről van szó, akár mit gondolunk az európai együttműködésről, azoknak megvannak a maguk platformjai. Tehát ez egyáltalán nem az alma és a körte kérdés, azért ne haragudjon, hogy ezt így elutasítom, vagy elhárítom erre a választ, hiszen nem erről van szó, hogy más lenne az elvünk, vagy a hozzáállásunk, hanem úgy alakult most a helyzet. Szerintem az általános európai recessziós hangulat az a folyamatosan dübölgő valós kérdés, hogy vajon Európa képes lesz-e felkészülni a hideg térre, lesz-e béke, meddig tart ez még, azért a feleket az Európai Bizottságban is arra kényszeríti, hogy ilyen felesleges helyeken, ahol van megegyezés a lehetőség, zárjuk a konfliktusok számát. Tehát én látok egy ilyen pozitív szinergiát, látom azt, hogy egyfajta szakmai upgrade-be kerül, és ez a kondi rendelet szerinti egy hónapos határidő megad egy ilyen nagyon jó kis vesztes munkatempót mindkét oldal számára.